Kampányirodát avatott a Bihar megyei RMDS Nagyváradon. Hétköznaponként 9 és 18 óra között nem csak az önkormányzati képviselőjelöltekkel, hanem Cseke Attila polgármester jelölttel is találkozhatnak, beszélgethetnek az érdeklődők. Új kampányirodát nyitott a Bihar megyei RMDS Nagyváradon, az idősebb Rimanóczi Kálmán palota földszintjén található irodába szeptember 2-ától bárki bemehet és találkozhat Cseke Attilával, Nagyvárad RMDS-es polgármesterjelöltjével, valamint az önkormányzati képviselőjelöltekkel. Itt a főutcán azért nagyon sokan mennek el, és látják azt, hogy az RMDS-nek van miről beszélnie, vannak tervei, van programja, tehát hogy nem üres szlogán. Ugyanekkel megyünk ennek a kampánynak, és mi hisszük, hogy például ez a kreatív kampányiroda is ahhoz hozzá fog járulni, hogy továbbra is sikerül erős képviselete legyen a nagyváradi magyaroknak. A most megnyílt iroda ablakába a jelöltek kézjegyükkel ellátott fényképei is felkerültek. A szeptember 27-i választásokra az RMDS igyekezett olyan tanácsosi listát összeállítani, amelyen olyan középnemzedékhez tartozó jelöltek szerepelnek, akik lefedik a fontosabb szakterületeket, a közöttük mérnök, vállalkozó, jogász, közgazdász, színész, sportoló, környezetvédő, orvos és tanár, akik arra törekszenek, hogy a kampány szlogenhez híven egészséges egyensúlyt teremtsenek környezetükben. Személy szerint nagyon fontosnak tartom azt, hogy direkt kapcsolatban legyünk a nagyváradiakkal. Éppen ezért ezelőtt 3 évvel, mióta önkormányzati képviselő vagyok, nagyon sok nagyváradi lakossal álltam szóba. Örömömre szolgál az, hogy az idén újítottunk, és kampányirodát nyitottunk Nagyváradon, a Sétáló utcán, a Rimanóczi palota földszintjén. A kampányiroda hétköznap 9 és 18 óra között tart nyitva. Cseke Attila polgármester jelölttel hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 11, valamint kedden és csütörtökön 16 és 18 óra között lehet találkozni.